Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban folytatjuk az oroszlán királyos morol sorozatunkat. És az előző részben igazából mindenféle állatos küldetéseket teljesítettünk, illetve megnéztük azokat a speciális itemeket, amiket Pumbáiktól kaptunk, valamint enchantoltunk is. Viszont most már eléggé hiány vagyunk ennek a páva ércnek, úgyhogy a mai videóban bányászni fogunk menni. Mégpedig hát ezzel a csákánnyal, illetve ezzel a másikkal is, amit szereztünk. Timontól, igen, ezt is visszük magunkkal. Illetve hát fáklyát mindenféleképpen, bár ők nem sok van már, ha jól látom. Sajnos, oké. Mit vigyünk még? Hát mondjuk faanyagot, hát egy barkácsasztalt mindenféleképpen, itt még van egy kis szén. Meg botot is kéne, de szerintem nincs botunk, de ebből a fából mindenféleképpen tudunk csinálni. Ezt a kardot még itthon hagyom. És szerintem igazából mehetünk is. Bár kardot mondjuk lehet, hogy kéne craftolni egy újat, mert ez már eléggé kezdi megadni magát. Oké. Okay. Jó, hát ugye hiénekkel találkozunk odalent, tehát azért erre figyelni kell. Na hát milyen szép rendezett most az inventorim. Ilyen is ritkán van, és akkor szerintem viszek még magammal egy kis kaját a biztonság kedvéért. Úgyhogy akkor induljunk is el. És ugye... ez a páva érc egyébként elég mélyen található, tehát múltkor én például 14-es szinten találtam meg. Nem tudom, hogy annál feljebb vagy lejjebb van-e még. Viszont elég ritka. Úgyhogy... most ebből az irányból jövünk, erre még nem nagyon voltam. Bár lehet, hogy ez összeköttetésben áll a másik barlangrendszerrel. Ha is ezen, ugye szerencse enchant van ezen a csákányon, tehát egy ércből akár több nyersanyagot is szerezhetünk. Hát ez még a páva ércnél nem fog működni, mert ugye az az érc formáját dobja ki. Tehát az mindig egyet fog adni sajnos. De hát ez van. Jó, ezt szerintem elállítjuk. Mert ez elég zavaró lesz. Oké. Okay. Szerintem igen, aha, összeköttetésben áll a másik barlangrendszerrel, oké. Okay. Csak egy másik bejárat. Jó, hát még egy kis szenet mindenféleképpen bányászok, mert amit láthatjátok, megint fogyóban van, és ezért a különböző ércek meg húsok égetéséhez, illetve fáklyák készítéséhez mindig kell. Viszont ezzel az enchanttal azért egész sokat tudunk szerezni. Jó, hát szerintem lefele fogok mostantól haladni, nem pedig felfele, mert az lenne a legcélszerűbb, hogyha már páva ércet keresünk. Ja, most ezt a csákányt használtam, hoppá. Igen, ez meg ugye ilyen nagy alagutakat tud kiásni. Jó, még ezt itt kibányászom, aztán utána haladunk lejjebb, mert így elég sokáig fog tartani ez a bányászás. Oké, okay. Jó, még ezt esetleg kifáklyázom, mert ugye a hiénák azok itt előszeretettel spónolnak. Igen, csak emlegetni kellett. Ez a hátralökés azért egész jó. Ez az enchant. Oh, hello. Jó. Úristen, mennyi szín van itt is. Aha, ez nem is megy máshova, oké. Okay. Az baj, nem akarom elkoptatni itt a csákányomat, de muszáj kibányászni ezt a szenet, és a... ez most a leghatásosabb módja. Hát craftolhattam volna egy sima csákányt is egyébként, de... másra meg nem tudom használni ezt a csákányt az enchantokkal, úgyhogy igazából annyira nem éri meg, tehát most nem nagy veszteség, ha ezen koptatom a csákányt ezen a szenen, mert máshol nem is nagyon tudom az enchantok miatt. Ja, kibányáztuk azt a szenet, és hát akkor másik irányba megyünk, még itt három irány is van. Jó, ez zsákutca volt. Hát figyelj, hogyha nem találunk ilyen lefele menő járatot, akkor nekünk kell elindulni. Valahol lefele, tehát muszáj, és akkor talán belefutunk egy lenti barlangrendszerbe. Ez is zsákutca. Ez így nem túl vicces. Még itt volt egy másik járat is, azt is megnézzük. Ez itt megint két járat, az igen. Hello! Úristen, mennyi szén, te jó ég! Hello! Ja nem, ez is ide jön ez a járat, és oké, akkor nincs nagy baj. Jó, együnk egy kicsit. Úristen, ennyi szenet szerintem még soha nem láttam egybe.
Viszont most már több mint másfél stack szén van nálunk. Hát nem tudom, esetleg még ebből egy kicsit bányászok, mert akkor az azt jelenti, hogy utána már nem is kell foglalkoznunk ezzel, mert konkrétan a végtelennel egyenlő mennyiségű szenünk lesz. Úgyné. Jó, hát azt most már... Oké, akkor még ezt is kibányászuk. Na, menjünk lejjebb. Na, nem mondod, hogy ez is zsákutc. Oké. Egy kis ezüst. Hát, esetleg még azt is elhozzuk. Jó. Most ennek is vége van? Oké. Hol járunk most? Most vagyunk 30-as szinten, akkor én elindulok lefele, srácok. Sőt, igazából most már tudjuk akkor ezt is használni. Csak ugye ez kettesével üti ki a dolgokat. Apa, tehát itt nem tudunk lépcsőt kialakítani, mert ezt nem tudom ugye átugrani. Ha illetve a fákjákat se érdemes így használni. Mondjuk ez jó, hogy kettesével megyünk lejjebb, mert ha bármink ezt így is meg tudunk csinálni, és akkor meg egyesével megyünk, ez is jó. Jó, viszont craftolni kell még, most már 2,5 stack szén van nálunk, nagyon durva. Hát azt mire kéne, most már megtanultam. Na, hol vagyunk? 12-es szint. Jó, szerintem itt mehetünk előre. Ó, oh, pont itt bányáztam ki múltkor szerintem a pávaércet. Na azért ez így jóval meggyorsítja a helyzetünket, srácok. De most így haladok előre szerintem. Úristen, már mindjárt elkopik. Nem már. Azt hiszem egy kicsit tovább fog még tartani nekünk, de ezek szerint nem. Pedig én ezzel terveztem az egész epizódot. Hát igen. Jó, akkor megyünk tovább így. Ó. Oh. Oké. Okay. Hello. Úristen, de hogy tud lentről megütni? Nagyon durva. Szevasz. Hol vagy? Jaj, ne! Ne, ne, ne! Ne a lávába! Ne a lávába! Oh. Menj innen! Hú. Jó, hogy onnan fentről is jöhet. Aha. Lehet, hogy a pávaércnek van páva hangja. És milyen irányból jön? Nem tudom eldönteni, hogy milyen irányból hallom a hangot. Most távolodok tőle? Nem. De lehet, hogy lejjebb kéne menni. Mert ilyen szinten nem fogok találkozni vele. Ha, mintha hangosodnak, bár a hiénák is hangosodnak. Az egyik belement a lávába. Oh! Jé, hogy a krokodil... Ez a krokodilnak van ilyen hang? Nem. Vagy de? Lehet, hogy a krokodilt hallottam. Én meg már azt hittem, hogy az érc ad ki valami hangot, hogy könnyebben meg lehessen találni. Ne! Eltört a csákál, vagy mi ez? Kardom! Úristen! Szevasztok! Oh. Hú. Ja, mondjuk volt nálam egy másik. Jó, azt hittem, hogy le kell craftolnom, azért ástam így be magam. De nem baj, legalább tudunk egy kicsit regenerálódni. Hú. Ez durva volt. Viszont a melvértem az eltört. Úgyhogy mindenféleképpen kell craftolnunk egy újat. Oké. Okay. Akkor csinálunk egy chestplate-et. Jó. És ezeket pedig elhozzuk. Na kész, úristen. Oké. Okay. Hello. Úristen. Sokan vagyunk, láva. Jön a krokodil! Mit keres egy krokodil a barlangban? Ah, oké. Okay. Szerintem én ezt itt elzárom, hogy ebből az irányból ne tudjanak jönni. Ott egy kis ezüst, de most mindegy. Jó tágos barlangrendszer. Nem van, srácok, szerintem én visszamegyek és veszek még ilyen csákányokat. Mármint ezt az alagútású csákányt. Apa, mert... Hát azzal elég gyorsan tudtunk haladni. De most megint nem tudom, hogy merről jöttem. Úristen! Ezek annyira meg tudnak ijeszteni, de komolyan.
Bár lehet, hogy halkabbra kéne vennem a játékot, és akkor nem ijednék meg annyira. Oké, srácok, hát feljöttem egy kicsit keresgélni ilyen kidőlt fákat, mert ugye azok alatt vannak a kék bogarak, amik kellenek Timonéknak. Egyébként van nálam már 6 darab, abból talán tudok venni egy csákányt, de szerintem annál több fog kelleni, mert ugye oké, hogy 600 durability van talán, viszont az sokkal gyorsabban fogy, mivel az összes általa kiütött követ, ami ugye 18 darab követ üt ki egyszerre, azt mind kiszámolja és leveszi a durability-ből. Hát valahol erre vannak Timonék, és még nem igazán láttam kirölt fát, pedig még kéne, mert nem csak egy csákányt akarok venni. Ó, ott vannak, oké. Nézzük csak, hogy egyáltalán mennyibe kerül. Hát gondolom nem olcsó, mert azért egy elég OP csákány. Rég láttalak titeket. Ó, 5 darabba kerül. Oké, akkor vettünk egyet. Ó, úristen, Pumba! De hiányoztál. Jó, keressünk szerintem még itt ilyen kidőlt fákat, mert még akarok venni tőlük ilyen csákányt. Erre még nem keresgéltünk kidőlt fákat, úgyhogy most erre fogok nézelődni. Ó, jön egy hiéna. Viszont tudom, hogy másik irányban vannak Timonék, de arra már az összes kidőlt fát... Ó! Jézusom, kivágtam! Na, csak eltalálom. Halljál már meg! Istenem. Annyira megutáltam ezeket a mobokat, hogy ez ami hihetetlen. Oké, itt van egy kidőlt fa. Jó, na nézzük. Oké, van már nálam 7 darab bogár, abból tudok venni még egy csákányt, de az még mindig nem lesz elég, úgyhogy... még kéne azért jó néhány bogár. Szeretnék egy 4-5 csákányt venni legalább, és akkor egy ideig el tudunk lenni a föld alatt, de hát... hát meglátjuk, hogy az elég lesz-e. Na, oké, találtam megint egyet. Nagyon tetszik ez a dzsungel, nagyon kis hangulatos. Jó. Oké, jó lenne, ha minden blokk alatt lenne egy bogár. Hát ez eddig tartott. Jó. Oké. Na már van nálam 11. Hát még ha szerzek egy bogarat, akkor tudok venni 2 csákányt is. Ah, na végre. Találtam még egyet. Na menj el! Oké. Hát ebből még nem lesz meg plusz 6. Aha. 6-ba került, ugye? 6 bogárba. Akkor még kéne 3, és akkor tudnék 3 csákányt is venni. Hogyha lenne még 3 bogaram. Csak hát nem olyan egyszerű találni ilyen fákat. De mondjuk most pont találtam egyet. Jó. Na hát eddig mindegyik adott. Oké. Ó, és pont ez alatt nem volt. Egyetlen egy fablokk alatt nem volt bogár. Most ha megint találok 3-at, akkor még tudok venni egy 4. csákányt is. Ó, oh, de jó. Na. Remélhetőleg... Nem már. Most ha ez alatt nem lesz 3, akkor... Akkor megőrülök. Jó, na kérlek, legyen ez alatt egy 3. bogár. Ah, és nem volt. Még 1 darab bogár kell, nem hiszem el, ez a játék, ez... Ez engem akar. Ó, oh, kidőlt fa. Nagyszerű, egyébként mindjárt megy le a nap, úgyhogy addig haza kéne érni. Jó, akkor már többit is összeszedjük. Úgy. Ó, most ha még szerzek 2-t, akkor lenne még egy csákányom. Na jó, most abba hagyjuk. Isten, esküszöm egyszer le fog itt állni a szívem ebben a sorozatban. Ah. Hát ez nem tett jót az egészségemnek, ez a zuhanás. Menj már innen! Ajaj! Oh. Ajaj! Egy szív! Nem! Ne!
Látok XP-t. Ah, jó, oké. Hát, hogyha most elveszítettem volna a bogarakat, akkor én nem tudom, mit csinálok. Jó. Oké, srácok, haladok lefele. Tudom, hogy nem lenne szabad alapból magam alatt társni, viszont ez az az oszlop, amit én építettem, úgyhogy itt hát remélhetőleg nem lesz láva, igen. És akkor megyünk le 27, hát akkor lemegyünk mondjuk 12-es szintre, és akkor ott elkezdjük használni ezeket a csákányokat, egyébként megvettem mindent. Hát, hogyha nem találunk semmit, akkor ez egy ilyen felesleges epizód volt. De hát ez van. Oké, srácok, itt vagyok, és akkor szerintem kezdjük is el a bányászatot. Fákja is kéne ehhez. Oké. Hát kíváncsi leszek, srácok. Meglátjuk mindenféleképpen. Ugye az érceket így külön kiemeli, úgyhogy ezért is jó egyébként ez a csákány. Mert csak a földet meg a követ üti ki. Nem tudom, hogy oldalasan is elkezdjek bányászni. Lehet, hogy így be kéne vágni néhány alagutat. Azt mondja, ez hármat üt ki, akkor... így. Igen. Így talán kicsit növeljük az esélyeinket. De tényleg nem tudom, hogy jó szinten próbálkozok-e egyébként. Mármint így magassági szintet tekintve. Ó! Oh! Jó, innen nem jön senki. Na, akkor találtunk egy keveset. Hát tényleg keveset. Jó. Az igen, három darab. Jó, esetleg erre nincs még. Vagy erre. Vagy erre. Nem tudom, hogy... hogy generálódnak. Már mint hiénákat hallok. Megőrülök tőlük egyébként. Nagyon idegesítenek. Viszont akkor az azt jelenti, hogy nagyjából jó magasságon próbálkozunk. Azért fogyasztom itt rendesen a csákányokat, tehát ezért mondtam, hogy sok fog kelleni. De ez még így sem elég egyébként. Ó, oh, jaj, még jó, hogy visszafele is jövök egyébként, mert itt hagytam volna ezt az egy darabot. Most komolyan, ó, oh, jó. Na látjátok, ezért kell még utána egy kicsit áskálódni, mert van, amikor átlósan generálódnak. Jó, úgy látszik itt ennyi volt. Ja. Oké, okay, mennyi van eddig? 5 darab? 6 darab? Jó, hát... az még mindig kevés. Ó! Oh, találtam megint. Jól van. Gyertek csak. Esetleg még itt... ó, oh, itt is van. Figyelni kell, hogy mennyit hagyunk itt. Jó lenne egyet se itt hagyni. Körül kell egy kicsit ásni ilyenkor. De szerintem itt ennyi volt. Ó! Oh. Jól van, alakul. Mondtam én, hogy hatékony lesz ez a csákány, ami alagutokat ás. Jó, esetleg még valahol egy kis szösszenet. Úgy néz ki, hogy nincs több. Jó, itt is van. Oké, ez azért most már így tetszik. Aha, tudtam én. Nagyon kell erre figyelni, mert nagyon cselesek. És sokan ott hagynak egy csomó ércet, pedig még lenne ott, csak átlósan. Utolsó csákány. Nagyon srácok, eltört a csákány, úgyhogy én is elindulok visszafele. Egyébként 21 darab ércet szereztünk, abból nem tudunk egy teljes szettet lekraftolni, viszont elég sok mindent, igen. Úgyhogy... szerintem elsősorban egy melvértet és egy lábszárvédőt fogok. Aztán lehet, hogy még egy kardot. Mert már van egy, de jó lenne valami másféle enchantot rárakni. Jó, most ezt feljutottam. Hát ez egy sikeres bányászat volt így. Az első fel elég rosszul sült el. De miután vettem még egy adag csákányt és újra próbálkoztam, utána már egész jó volt. Még maradtam is volna, csak hát most már eltört az összes csákányom. De azért ez is egy szép kis adag most már. Úgyhogy ebből is tudunk most már dolgokat csinálni. Amiket még ebben a részben meg akarok csinálni, remélhetőleg nem lett túl hosszú ez a videó. Na jó, először pakoljunk ki egy csomó szemetet, mert ezekre egyáltalán nem lesz szükségem. Hát nem itt kéne kidobni, mert bele fogok zuhanni a következő részben. Hanem mondjuk itt szépen megszabadulunk tőlük.
Oké, hát ez a sok kő mindenféleképpen mehet. Meg föld, oké. És akkor még a ládában is vannak. Azokat mind ki kéne pakolni. Mert csak foglalják a helyet. Hát igen, kraftolhatnék egy másik ládát is, de hát minek, hogyha van egy egyszerűbb megoldás is. Jó. Ezt ki is vesszük közben. Oké. Így, né. Jó, mindjárt szebb. Ha valamennyire. És akkor elkezdjük kiégetni először ezt az ércet. Bár nekünk van egy másik kemencénk is most már, mert kraftoltunk egyet lent a bányában, úgyhogy itt akár az ezüstöt is égethetjük. Jó, és akkor ezeket lepakoljuk. Úgy, aztán majd ami kell, azt meg szépen elővesszük valamikor. Jó, hát már van ugye egy kardunk, amin van hátralök is egy, de ez nem annyira jó szerintem. Bárjunk most nincs sok XP-m, ugyanakkor ezt is megehetném. És ez elég sok XP-t ad. Most kérdés, hogy mit akarok enchantolni. Ja, meg egyébként, ja, a hangjegyek azok már vannak egyébként. Tehát azok nem tűntek el az előző enchant óta? Nem, azok itt vannak még mindig. Oké, hát akkor szerintem együk meg ezt az XP bogarat. Ja, hogy csak egyet adó, hát az semmi. Én azt hittem, hogy ennél többet kapok. Igen, és akkor szerintem itt még van egyébként néhány, akkor ebből már tudunk kraftolni egy melvértet. Szerintem elsősorban azt fogok kraftolni. Gyönyörű. Jó, és akkor hát szerintem enchantolom is. 9-es szintet az nem jó. 8-as. Védelem 1. Hát az annyira azért nem rossz. Viszont akkor más most nem tudok enchantolni egyenlőre. Jó, ezt még nem veszem föl, mert csak elkoptatnám. Igen, hogyha felnő Simba, akkor... Ó, közben beszél valami újdonságot is Rafiki. Hogyha felnő Simba, akkor tud itemeket tárolni. Tényleg ezt elfelejtettem, hogy van saját inventória. Ó, megérkeztek a zsiráfok büszke földére. Imádom a zsiráfokat. Jó. A rózsák pirosak, a zazuk kékek. Néhány vers rímel. És ez nem, hát de azt hittem, hogy igen. Jó. Akkor ebből már tudunk, ja még nem, még kell egy a lábszárvédőhöz. Oké. Akkor most már van ilyenünk is. Jó. Akkor ezeket én most egyenlőre lepakolom. És akkor szerintem csinálok most már egy teljes szettet. Hát akkor, hogyha még lesz, nem tudom, hogy lesz még. Meg akkor ezeket is kéne majd enchantolni, még lehet, hogy teljesítek ilyen állatos küldetéseket, vagy bányászok még, nem tudom, és akkor szerzek még XP-t, és akkor tudjuk enchantolni a többi cuccot is. Nagyon más leszok, viszont ennyi lett volna ez a videó. Szerintem ez sikeres volt, ez a bányászat. Nekem mindenféleképpen úgy tűnt, hogy azért elég sok páva gemet szereztünk. Úgyhogy ezekből most, amint mondtam, különböző dolgokat fogok kraftolni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek odalent egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk már egy következő videóban. Addig is, sziasztok!